Kikerült az Országos Energiaárszabályozó Hatóság vezetőségéből az eddigi magyar alelnök, az RMDSZ által támogatott Nagybege Zoltán. A szövetség képviselői nem vettek részt az új vezetőségről szóló mai parlamenti szavazáson, mivel a liberális és a szociáldemokrata párt nem támogatta jelöltjük újraválasztását az alelnöki tisztségbe, és a megüresedett tisztségeket saját jelöltjeiknek szánták. Értékelésük szerint ennek az az üzenete, hogy a hatóság vezetőségében nincs szükség szakemberekre. Györgye Niculescu az Országos Energiaárszabályozó Hatóság elnöke. A liberális párti energiaügyi államtitkár 256 támogató szavazatot kapott a parlament szerdai ülésén. A hatóság alelnöke a szociáldemokraták által támogatott Gabriel Andronákje lett, aki mellett 263-an tették le voksukat. A hatóság vezetőségéről szóló szavazás előtt az RMDSZ kivonult a teremből, ugyanis meggyőződésük szerint Nagybege Zoltánnak továbbra is az Országos Energiaárszabályozó Hatóság vezető testületében lett volna a helye. Nagybege Zoltán egy hozzáértő személy, és nem csak hozzáértő, bátor ember is volt az én véleményem szerint, mert nagyon sokszor olyan pillanatokban, amikor mások bujdostak ugye a sajtó elől és a közvélemény elől, amikor az energiaproblémák voltak például, és a társadalom ezzel szembesült, Nagybege Zoltán pedig nem bújt el, beszélt a sajtóval, szobált a sajtóval, a közvélemény tájékoztatta ezekről a fontos dolgokról, és ezen kívül pedig egy felkészült ember is, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy neki ott lett volna a helye ebben a testületben. Csoma Botont hangsúlyozta, az áldatlan helyzet főként a liberálisok miatt alakult ki, akik, mint fogalmazott, minden tisztséget maguknak akartak ennél a testületnél. Megjegyezte, az RMDSZ szemszögéből nem funkcióvadászatról van szó. Az nem tetszik nekik, hogy egy szakmailag felkészült, bátor ember került ki a testületből. Azt is hozzátette, nem lát összefüggést az árszabályozó testület vezetőségében történt változás, illetve a májusban esedékes kormányfőcsere között. Mint mondta, bizonyos mértékben a koalíciós munkára is rányomja a bélyegét a funkciócsere, ám a legnagyobb gond az, hogy Nagybege Zoltán leváltásával nem lesz jelen a testületben egy szakmailag felkészült ember, aki jól végezte munkáját.